lesz, egy része a csapatnak, aki felvonóval utazik fel, már meg is vettük a jegyeket hozzá. Kárpátalján a koronavírus járvány miatt hónapokig nem volt lehetőség szervezetten kimozdulni a természetbe. A kárpátaljai hazajáró egylet is szüneteltette programjait az év eleje óta. Amint a lehetőségek megengedték, a szervezet azonnal újraindította túráit a Kárpátok vonulatai közé. Felkapaszkodunk itt a gerincre, innen a Genba irányába. Az egylet a legutóbbi túrán az északkeleti Kárpátokban, a Borzsa havasokban az 1681 méter magas Asztag, más néven Sztoj csúcs meghódítását tűzte ki célul. Az akcióra több mint 30-an jelentkeztek Kárpátaljáról. Az eligazításon Varjú Zoltán elmondta, a Gemba-hegy felől közelítik meg a 9 kilométerre fekvő Asztagot, a túrával pedig a 70 éve elhunyt híres földrajzkutató Csolnoki Jenő munkássága előtt tisztelegnek. Szintkülönbség tekintetében megközelítőleg egy olyan bő 1000 méteres szint emelkedést kell majd a túrázóknak leküzdeni. A csapatok Fülöp falváról indultak. A felvonót igénybevevők átugrották azt a meredek szakaszt, amelyen a Zoltán vezette zömében fiatalokból álló társaság úgy gyalogolt át, mintha az ungvári korzón sétálna. A felvonó végéből indulók is meredek emelkedő előtt találták magukat. Mire a Gemba csúcsának közelébe értek, már mutatkoztak a fáradtság jelei, de csüggedésről szó sem volt. Szeretem ezt a vidéket, még nem voltam itt ezen a helyen, már így a faluba Pilipesznél, meg itt a hegy alatt már voltunk, meg sietünk ezen a vidéken, de még itt gyalog még nem túráztunk. Nagy élmény, nagyon sokszor szerettem volna már ide elkerülni, de most az Úrnak hála sikerült. Kicsit fárasztó, de reméljük, hogy kitartunk végig. Sokan voltak, akik első alkalommal vágtak neki az Asztag csúcsához vezető útnak. A meredek emelkedő után szinte sétagalopnak számított megkerülni a Gemba oldalát, ahol túrázóink az első közös pihenőt tartották. A verőfényes napsütésben gyönyörű tájak tárulnak a szemünk elé, varázslatos völgyek és persze újabb hegyek. Úgy két óra elteltével pillantjuk meg a távolban az Asztag büszke csúcsát. Ekkor mondta egyik vezetőnk, hogy még 2,5 kilométer, nagyjából másfél óra. Végül mindenki felért a csúcsra. A csapat többsége pihenőt tartott, míg a Karácsfalvi Líceum diákjai fekvő támasszal ünnepeltek. Nekem ez a második, így ami nagyobb túrázás, és így együtt a csapattal. Hát igen, azért fáradtság az van. De azért fekvő támasz még belefér. Hát az belefér, az mindenképpen belefér. A legfiatalabb túrázó a 6 éves Bence volt. Őt nem merítette ki a 9 kilométeres gyaloglás. Kicsit elfáradtam, de miután már apa átvette a táskámat, onnan már nagyon jó volt. A tapasztalt túrázók, mint például a Balogh házaspár tudta, mire vállalkozik és milyen élményekkel gazdagodhatnak. A táj az magáért beszél, mert ezt látni kell. És amikor itt vagyunk, akkor arra gondolok, hogy bárcsak itt lennének velünk a gyerekeink, és bárcsak mindenki látná. Ilyen messzire eljön az ember otthonról, és ez még mindig magyar föld volt régen. És szinte hihetetlen, hogy ezek a hegyek Magyarországhoz tartoztak. Mindig jó érzés ide visszatérni. Ezennel tisztelettel hegyjáró társaimmal fogadlak benneteket. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a már felsorakozott túrázókat a csúcson a kirándulás főszervezője. És azért, hogy még felejthetetlenebb legyen az élmény, mindenki emléklapot kapott az egylettől. Majd néma főhajtással tisztelegtek Csolnoki Jenő földrajzkutató emléke előtt. Tóth Gyula tiszaújlaki fafaragó pedig egy kopjafát ajánlott fel a túra emlékére. Jelen pillanatban júliusra tervezünk túrákat az úgynevezett kárpátaljai lagunához, ahova akár családok is eljöhetnek. Bíró András bízik benne, hogy hamarosan korlátozások nélkül csatlakozhatnak a magyarországi és más külhoni magyarok is a túráikhoz, hiszen a test és a lélek egészségének megőrzése mellett a túrázás az egyik legjobb közösségépítő tevékenység is.